Megkezdődött a Kishunyad utca felújítása. Októberig lesz lezárva a Dózsa György és a Dajka Gábor utca közötti szakasz. A teljes rekonstrukció során kicserélik az útburkolatot, a szegélyköveket, a korlátokat, az ivóvízvezetékeket és megoldják a vízelvezetést is. Évek óta gondot okozott, hogy esőzéskor megállt a víz az úton, így az autósok rendszeresen felcsapták a gyalogosokat. Munkagép töri az aszfaltot a Kishunyad utcában. Reggeltől gőzerűvel folyik a munka a Dajka Gábor és a Dózsa György út közötti szakaszon, ahol teljes útrekonstrukcióba kezdtek. A miskolciak szerint már épp ideje volt. Nagyon kellemetlen volt egyébként itt, én gyakran járok kereszten, sokszor felcsaptak, úgyhogy reméljük, várjuk, hogy minél hamarabb újra megkapjuk, úgyhogy szerintem gyorsan kész lesz. Az egész járdát beterítette vízzel az autó. Esőzéskor így nézett ki a Kishunyad utca. A gyalogosok a falhoz húzódva próbálták elkerülni, hogy felcsapják őket az autósok. Mindkét oldalon ugyan vannak védőrácsok, de amikor felgyülemlik a nagyobb vízmennyiség, akkor átcsapnak. És akkor mindenki fél meg rettek, hogy mikor teríti telibe a víz az ember. A rekonstrukció miatt a Kishunyad utcát körülbelül 200 méteren lezárták. Grafikán mutatjuk, hogyan változik emiatt a közlekedés. Kerülni a Vologda városrész felé tudnak az autósok. A munkálatok teljes egészében valószínűleg októberben fejeződhetnek be, addig számítani kell korlátozásokra. Emiatt a munka miatt egyébként változik a 34-es busz menetrendje is, kerülő útvonal pedig a Vologda városrész, a Vologda utca felé lehet. A munkálatok során kicserélik az útalapot, az útburkolatot, a szegélyköveket, az ivóvízvezetéket, a korlátokat és megoldják a vízelvezetést is.